Üdvözöllek benneteket, én Révész János vagyok. Jegyzeteimből egy pár gondolatot így gondoltam, hogy felolvasok nektek. Leszokott váltani a kamera a nagy melegbe. Azért nem nagyon tettem fel a filmeket. Tehát az ilyen párkapcsolatos dolgok, hogy már az országnak a 70%-a 80% meg ami papíron van, amiről nem tudunk meg, már mit tudom én mi. És nagyon sok embert érint, a nagymesterekkel is beszéltem, két meg három szaltókat ugrottak már. És most is itt vagyok a Dunaparton, aztán itt a homokpadon találkozok emberekkel, akik ugyanígy jártak. Tehát nem értjük itt az egész lélek kapcsolódást, hogy mi történik. Tehát azt tud fejlődni, aki képes arra, hogy tisztelje a másik embert. Ha ez nincs, akkor borzasztó nehéz előre haladni, együttműködés. A nem fegyelmezett elme halálos ellenség. A fegyelmezett elme a legjobb barát. Az elmezavarodottat nem lehet megmenteni, ugyanis a megmentője nem elmebeteg. Az elmezavar az a, hogy is mondjam, antiszociális. Hát itt ott kezdődik a nácisztikustól kezdve, most már nem ott vannak a pszichopaták, meg az egész ott felosszák már részleteire, mert mindenki kutatja, hogy mi a fene történik az emberekkel, hogy gyakorlatilag értetlenség az elmezavarból ered. És hogy ezt hogy lehet javítani, vagy rálátni, vagy valami. Tehát az elmezavar egyszerű ellenőrzési módja több házasság, több élettárs, rossz társulásból ered, ócska családi állapot, karma. Ugye itt Lauca azt írja, hogy aki bezárja kapuját, betömi adóját, az jó jár. Tehát ez a befele forduláshoz tartozik, elzárkózni a külvilágtól. Tehát személyiségzavaros ember nem tud viselkedni. Aki nem tud viselkedni, személyiségzavarodott. Tehát itt van ám egy olyan, hogy viselkedés kultúra, etikett, etika, tehát értitek? Tehát elmezavaros. Tehát itt van a viselkedés kultúrához tartoznának a dolgok, hogy kell társaságba viselkedni. Hát ennek van egy külön könyve, hogy az étkezőasztalnál, akkor a családban, hogy kik a belsősök, kik a külsősök, a mi és a mások között nem tudnak különbséget tenni. Tehát vannak itt dolgok. Persze, mert a vágy meg az élvezet mindig elrántja az embereket. És akkor nincs önreflexió. Tehát személyiség, jellem, erkölcs. Tetteiért nem vállal felelősséget, gyenge, ezért hazudik. Tehát aki a tetteiért nem vállal felelősséget, és a hazug ember, az igazából gyenge ember. Jellemtelen, tehát elmondtuk, hogy jellem kell. Ez egy spektrum, ezt tudjuk, pszichiátriai zavarokról beszélünk. Tehát az erkölcs megbukik, a lélek belső rendje megzavarodik. Kötődés nehezíti az életünket, ezt tudjuk. Tehát párkapcsolatban ezért nehezebb élni, a szinglik azok mindig erősebbek egyébként, mert nincsenek másra ráutalva. Tehát az ilyen emberek, akik pszichopaták, meg nácisztikusok, ezeknek mindig valaki kell, egy forrás, aki támogatja őket, aki rabszolgalelkű, stb. És ezek mindig úgy beszélnek, tehát az elmezavarodat úgy beszél, hogy neki köszönhetsz mindent, érted? Közben te adtál neki oda mindenedet. tehát ez az elmezavar. Fegyelem nélkül nincs együttműködés. Önfegyelem, önismeret, önreflexió, rossz családi minta, hamis egó. Tehát akiknek nincsen rendes családi mintája, 8 évet bírnak ki átlagos a házasságban. Vagyis akinek rossz családi mintája van, így, inkább így fejezném ki. Tehát az emberek holografikus tere 2,5 méterig tart, minél idősebb vagy annál nagyobb a hullámtered. Tehát ez már sejt szintről. Tehát a távolságtartás 70 centinél, hogyha valakinek közelebb mész az aurájába, ott már rossz társulással köthető a dolog. Ezért itt, ezek csak szemelvények, ezek az én jegyzeteimből, hogy a jellem, erkölcs megelőzi a tudást. Értjük? Tehát egy
parasztasszony háború után 4 általánossal és erkölcsös, többet ér, mint egy 3 diplomás doktorált ökör. Értjük? Mert ezek általában azért tanultak, hogy ne kelljen dolgozni, hogy élősködjön a többin. De hát mindennek oka van, na most ezek nem az adó emberek, hanem a kapó emberek, értitek? Tehát ezek a kizsákmányoló, megkapni akaró emberek, szellemi síkon akarnak teljesíteni, igen, ám csak a tudás le van zárva. A valódi tudásról beszélek, nem a lexikálisról. Ragaszkodásból keletkezik a bűntudat, abból a nem elfogadottság. Amire vágyunk, ragaszkodunk hozzá, ebből keletkezik a szenvedés. Tehát ezért kell megfelelően egy bizonyos távolságot tartani, de nem méterbe, hanem na. Ne állj sem gondolatban, sem szóban, sem cselekedettel. A gondolatnak is teremtő ereje van. Jó? Amit szeretünk, a szomorúságot, fájdalmat, szenvedés, bánatot, gyötrelmet okoz. Hát így van, egyensúly, értitek? A jó és a rossz. Tehát ahol a jó megjelenik, ott a rossz sem fog sokat váratni magára, ez garancia. Csak ezt a fiatal korban érted, hogy hogy működik az egyensúly, akkor tudással meg tudod, ezt tudod mérlegelni. Na most na mindegy, tudás nélkül vonzátok a bajt két kézzel. Tehát a spirituális tudásról beszélek. Tolerancia az akarat elvesztése, kompromisszum gyengít. Tehát ha a kompromisszumot kötünk, ott mindig legyengülünk, értjük? Meg hogy toleráljuk a dolgokat, az... Legtöbb test... Figyelj, de ezek is ilyen idegen szavak, hogy tolerancia, meg kompromisszum, de nem magyar szó. Na. Legtöbb testi méreg az elfolytásokból ered. Olyankor van, mit tör egy gyomrodba egy ilyen nagy ökölömnyi daganat, úgy, mint amikor a slagot eltöröd a két végét, középen így megpoposodik. Értjük? Elfolytás. Ezért halunk meg, mert egoisták vagyunk. Hát itt igen. Igen. A tudat modifikációja okozza a szenvedést. Ezért kell az elmét kordába tartani. Mindig többször elmondok dolgokat, ismétlés a tudás anyja. Tehát ha valaki nem tudja határozottan, hogy mit tegyen, mit ne tegyen, zavarodott és kiszolgáltatott lesz. Ezt már a múltkoriban is elmondtam. Igen, az elemekhez ragaszkodás hozza létre az újraszületést. Tudati szennyeződés, rosszul viszonyulás okozza a szenvedést, a rosszul viszonyulás. Értitek? Tehát amikor viszonyulunk a másikhoz, akkor figyelembe kell venni az ő dolgait is, és engedni kell neki. Tehát minél, hogy értitek? Tehát, hogy alkalmazkodni kell. Azt tud fejlődni, aki képes arra, hogy tisztelje a másik embert. Tehát ha nincs bennünk tisztelet, akkor hogy a felébe? Tehát nem tisztellek, akkor majd azt csinálok, amit akarok. Tehát értitek? Akkor nincs önreflexium. Ha van, akkor másképp. Ha ez nincs, akkor borzasztó nehéz előre adni. Ez az együttműködés. Hát én ebben a kis filmben körülbelül ennyit akartam belekalapálni, még mielőtt le nem vált a gép. Köszönöm, hogy meghallgattatok, ez csak egy ilyen kis jegyzeteimből egy kis részletet beolvastam, hogy körülbelül hogy állunk, és minek köszönhetjük a szenvedéseinket. Majd a buddhizmust azért nézzétek, mert ott nagyon-nagyon sok film van fent. Úgyhogy igen, hát a példázat a fűrészről, meg ott az kotorászatok bele a csatornámba, ott nagyon sok ilyen olyan csatornákat is találtok, amin érdemes tájékozódni. Na, köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!